Szényei András alpolgármester indította, és Kondek Zsolt önkormányzati képviselő volt az első, aki vízbe ugrott ma délben a 24 órás úszáson. A képviselő azt mondja, bár nem a kedvenc sportja az úszás, mégis egy nagyon jó kezdeményezésnek tartja, és arra biztat mindenkit, hogy jöjjön le a Markovics Kálmán uszodába holnap délig, legalább egy negyed órára. Minden jó, ami megmozgatja egy kicsit az embereket, felállítja a tévétől, a számítógéptől. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, fociban, kosárlabdában már tartottak ilyet, úgyhogy örülünk neki, hogy úszásban is van ilyen, és most már tudomásunk is van róla, hogy létezik. A nevezőket az úszodában várják, és negyedórás váltásokban úszhatnak a résztvevők, de természetesen több mint 15 percet is lehet a vízben tölteni. A rendezvénynek már hagyománya van, tavaly is több mint 100-an vettek részt a 24 órás megmérettetésen. 2006-ban kezdtük a város úszoda fennállásának első éves évfordulóján. Ilyen hagyományteremtő gondolat volt ez, hogy minden évben megrendezzük, amíg csak lehet. Egyszer technikai jogok miatt maradt ki, tehát ez most végül is az ötödik. Tehát egy ilyen hagyományteremtés, mozgás, és hogy megmutassuk, hogy azért úszodánk van, sokan járnak ide, és sokan megtanultak itt úszni azóta, mióta ez van. De nem csak a negyedórás úszást lehet teljesíteni, bárki csatlakozhat a 60-hoz 60-ban akcióhoz. Aki leúszik folyamatosan 60-hoz, az emléklapot kap.